Eisenhower András Diófási Lajosnak adta tovább a stafétabotot. Bécsi Cirkánzi. Pécsnek mindig is egy nevezetessége volt. Tavaly ez a Cirkánzi, a 93-as Cirkánzi volt az évbora. De az üzletekben a nagy fogyasztók, a fogyasztók részére nehezen hozzáférhető, nem igen találkozunk vele az utóbbi időben. Mikor várható, hogy ismét mindenki asztalát lehet a Bécsi Cirkánzi? A piacon kevesebb ma a cirkandli, mint korábban volt. Ennek elsősorban az az oka, hogy az elmúlt évtizedek közgazdasági helyzete nem kedvezett a cirkandli termesztésének. Azért nem kedvezett, mert Magyarországon 50 és 100 forint között volt általában egy palack bornak az ára, függetlenül attól, hogy az különleges minőséget képviselt, vagy csak egy átlagos minőséget. Mivel a cirkandli különleges ökológiai igényt, klimatikus igényt igényel ahhoz, hogy jó minőséget adjon, és még ilyen környezetben is 10 évből 3-4 év az, amelyik különösen sikeres, ez olyan, mint Badacsonyban mondjuk a kéknyelű, ott is ugyanez a helyzet, ezért drágább ebből egy liter bornak az előállítása. Következésképpen, hogyha ebből a termesztő meg akar élni, akkor többet is kell fizetni. Egy palac cirkandlért, mint egy palac olasz rizlingért, vagy 2 frankosért. Ezt tudom mondani, hogy nagyon sok lépést tettünk annak érdekében, hogy elmozduljunk abból az állapotból, ami pillanatnyilag van, mert ma is van kb. 40-50 hektár cirkandli, azonban ez messze kevesebb, mint amit a fogyasztók keresnek, És akkor még hozzáteszem, hogy nem minden év sikeres. Örömmel hallom, hogy a Pécs megyei jogú város önkormányzata is támogatja a cirkandli telepítést, és reméljük, hogy itt hát lesz elmozdulás, de gyors változásra nem lehet számítani. Kinek adná tovább a stafétabotot? Márfi Miklós úrnak, a piac igazgatójának, Vásárcának igazgatójának. Mind a Felsőmalom utcai piacon, mind pedig a vásárcsarnokban többször megfordulva azt látom, hogy nem olyan szépek az áruk, nincsenek olyan előnyösen bemutatva, mint ahogy azt lehetne. Sokszor tisztítatlan árut árulnak, nincs elkülönítve, melyik az első osztályú, melyik a másodosztályú. Tehát igénytelenebb a piac, mint ami egy ilyen 200-es város piacán kellene, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy erőfeszítéseket kell tenni, mert mind Európa, mind keleti, mind nyugati felében sokkal szebb piacokat lehet találni, és azt gondolom, hogy a magyar termesztők és a magyar kereskedők is ezt meg tudják valósítani, hogyha ha jobban odafigyelnek, és alapjaivel magasabb igénymércét fogalmaznak meg a piaccal szemben. Tehát az a kérdésem, mikor lesz szebb áru, rendezettebb piac Pécsen?